10 nap, 10 kaland, 10 feladat. A mai nappal kezdetét veszi a megdermedve apa. Az eredmény a következőképpen néz ki. Szép jó napot kívánok mindenkinek, én Dezső Bence vagyok, itt van velem Dominik és Szabi. Yes, sir! Már kicsit nehezen jutott eszembe a neved, ha bár ugye együtt szerepünk a Budapest harmadik évadában is, úgy, ahogy a másodikban tettük. Elindult a harmadik évad, hogyha még nem láttátok volna egyik rész sem, akkor egyrészt szégyeljetek el magatokat, másrészt semmi gond, ott vannak a linkek a leírásban, nyugodtan kattintsatok rá, és tekintsétek meg, jó szórakozás hozzá, és reméljük, hogy tetszeni fog nektek, illetve iratkozzatok fel a csatornára, és ha ez a videó tetszik nektek, a videó végén nyomjatok rá egy lájkot. Na, mi fog történni ebben a videóban? És miért vagyunk itt? Én már most elfelejtettem. Igen, tehát ebben a videóban... Az a baj, hogy én még nem is tudom. Ebben a videóban nehéz kérdéseket. Na nem zavarsz, persze. Ebben a videóban, srácok, olyan kérdésekre fogunk válaszolni, amik rettentően kínosak. Legalábbis megválaszolni őket. Kínos? Ja, tényleg? De nem akármilyenekre, a legelsőt olvastam el, 9 darab kérdés lesz, és elég meredek volt az az egy is, és már ott abba hagytam. Itt most lehet pontot szerezni, vagy nem lehet? Nem, itt most nem lehet pontot szerezni, ez csak egy sima videó lesz. A mindegy, az a lényeg, az előző videókban pontokat tudtunk szerezni, és amúgy is az egész Budapest lényeg az, hogy három csapat versenyez egymással. Így van. Megdermedve kupa. Van, ott ami... is van fent a nyeremény, ellopták, hol van? Mindegy. Valahol itt van. Van egy kupánk, higgyétek el! A lényeg, hogy az előbb vettük fel a Székely Magyar kihívást, nem tudom mikor megy ez a videó ki. Hát ez már kint lesz, amikor már az én videóm kint lesz az én csatornám. Bőven nem, lesz. A, tehát a te videód lesz kint, mire ez így kimegy. Van. Tehát ez helyes. Időt utazunk, úgyhogy így ha van. Nem láttátok azt még esetleg, akkor azt is nézzétek meg mindenképpen, mert ugyanez a set, ugyanez a ruha. Igen, ott lesz a link a leírásban a videónak, köszönöm kezdjük szépen a promót. Válaszoljuk meg a kérdéseket. Egy nagyon könnyű kérdéssel kezdünk, srácok, mind a hárman válaszolottok minden kérdésre. Ez az, amit elolvastam. Andis, annyira nagyon nem komolyan veszi, látod, komolyan veszi, imádom. Ez egy nagyon könnyű kérdés. Milyen gyümölcs lennél? Andis, nem el. És indoklást is kérünk, rövid indoklást minden válaszhoz. Milyen gyümölcs lennék? Alma, mert attól nő a keblet halma. Padlizsám. Elmondjam, hogy miért? Na. Híres gyümölcs egyébként. Igen. Igen. Sok köze van a gyümölcshez. A zöldségek közt nem annyira ismert, gyümölcsök közt az elsők közt van. Most már tudjátok, milyen zöldség lennék. Igen. Milyen gyümölcs? Mi a kedvenc gyümölcsöm? Itt kezdődik a dolog, hogy... Na, hogy mi? Akkor banán. És kérdően a zöldség... Valószínűleg a péniszedre szeretnél utalni, úgyhogy nem is kell megmagyarázni szerintem. Elég ennyi. Dominik, te milyen gyümölcs lennél? Én eper. Miért? Mert az szexi. Ez ha a párod soha semmilyen körülmények között nem tudnál meg, hogy megcsaltad, megtennéd? Ezt olvastam el. Ha párod nem tudja meg, hogy megcsaltad, de soha, tehát garantáltan odaelég valaki nem. Hozzád, és azt mondja, hogy... Túl lelkiismeretes vagyok. És... Igen, ez mondjuk igaz. Tuti, hogy kijönne belőled egyből. Nagyon lelkiismeretes vagyok, nem. Szabi? Nem kell válaszolni. Nem kell. De most ezt ne vegyük vissza egyébként. Jó. Igen. Ez egy komoly kérdés. Ez egy komoly kérdés, abszolút. Jó. Ekkor. Nem. Nem, tényleg egyébként, tehát ez már egy régi sztori, de hogy én ezt megtettem, de mostani fejjel nem tenném én meg. Én is felvállalom, nem tettem úgy meg, de mégis. Mi van? Hát most úgy... Most arra beszélünk, hogy csaltad-e már nem, úgy mondom, hogy, igen, úgy mondom, hogy, tehát, hogy, ezt mondjuk, hogy szünet volt, megtettem, és nyilván a szünet az nem egyenlő az, hogy... De mindegy, ez egy lezárt téma. A lényeg az, hogy nem tenném és meg. Nem, igen, tehát én sem. Tehát úgy, hogy konkrétan együtt vagy valakivel, és megcsalnád a barátnődet, úgy biztos, hogy nem, annyira lelkiismeretes lennék, hogy én nem bírnám magamat tartani. Főleg úgy, hogy 24 éves vagyok, most már nem csak a barátnő szint lenne, hogyha lenne valami köztünk egy lánya, érted? Érthető. Nekem annyi a válaszom, hogy én se tenném meg, de tettem már meg ennyi. Jó, nem baj. Bújunk össze, mi srácokért. Egy kicsit lazítsunk a következő nehéz kérdések előtt. Fel tudjátok sorolni a hét törvényt? Kuka, Habci, Tudor... Cs, te meg ne szólj! Csak olyan cuki. Kuka, Habci, Tudor... Miért
Ennyit tudtam. Megpróbálom leírni és gyors felsorolni. Törpe 1, törpe 2, törpe 3, törpe 4. Huba? Buba? Tömötöm. Nem, az tömöt, dömötör, más. Az tök más mese. Az egy tök más mese. Pont, Álmos. Álmos. Még másabb mese. Álmos. Géza. Pittyú. Pittyú. Úristen, de hülye vagyok, elkezdtem írni. Kuka, apci, tudor, vidor, törperős. Na jó, adjuk. Igen. Nem jó, tudom, de biztos van még ilyen morgó. Morgó, tényleg. Morcos. Vigyori. Az, nem, az teljesen más. Azt tök más mese. Igen. Srácok, ha ti tudjátok a hét törpe nevét, azt írjátok le. Habci. Ha megkapnátok a halálatok időpontját egy borítékban, mit kezdenétek? Tehát ha megkapnánk a halálunk időpontját egy abban borítékban... Abban a pillanatban itt nem kés nézném meg. Yes. Megváltozik attól, hogy én megnézem? Nem változtathatsz rajta. De... Aha. Tehát el kell fogadnod, várjál, az benne van, hogy halsz meg, vagy nem, csak, hogy mikor. Én azért gondolom, mert ha mondjuk az van benne, hogy te most február 23-án, amikor kijön az első rész a Budapesten, kimész az utcára, hogy elmond mindenkinek, és elütne egy autó, de te benne maradsz, akkor mondjuk másképp halnál meg. Mondjuk... De ezt nem tudom megakadályozni. Igen, tehát mondjuk azt, hogy benne van a dátum, akkor biztos akármilyen módon. Sima dátum. Nincs igen. Semmi. Én fixen megnyitnám, pontosan azért, mert ha most kapnám meg a borítékot, és az lenne ott, hogy egy hónapon van hátra, akkor biztos, hogy szarnék mindenre. Uh-huh. Viszont, hogyha az lenne ott, hogy 2080, akkor meg Hawaii Dizsi. Bónusz kérdés, hogyha kiderülne, hogy 24 órátok van hátra, igen, mit csinálnád? Bármit lehet, hogy... Sírnék. Amúgy én... ezt esküszöm, ez jutott eszembe. Én fixen szexelnék 24 órán keresztül. De jó neked. Nem. Esküszöm. 23 óra 59 percen keresztül. Szóval, hogyha ha nekem 24 órám lenne, akkor... Hát nem tudom, biztos, hogy be kell lennék végig, de hogy így fogalmam sincs. Mi volt az előtti kérdés? Kérdés az volt, hogy ha megkapnád a halálat, ja, igen. Bocs, igen. Megnézném, hogy mi a halálom időpontja mindenképp, hogyha már nem tudok rajta változtatni. Hogyha választhatnátok egy dalt, ami életetek végéig szól, Jézus, minden egyes alkalommal, amikor beléptek egy szobába, akkor melyik dalt választanátok? Despacito. Júj. Charlie-tól. Az aki szép, aminek nem ez a címe, de most de, ez, de nálunk az ma négy, aki tudom, de tudom, hogy mi a címe. Az a baj, nem Travis Scott a ugye a kedvenc előadó, ja, már évek óta, és van egy szám, az Astro Hunter, és az az egyetlen egy zene, amit hallgatok, és mindig valami kicsit más jön elő. Uh-huh. Ilyen emotion, tudod, ilyen feeling, vagy bármilyen. Az a durva, hogy bárhol hallgatod, tök más, hogy a szerelmes vagy, szerelmes leszel tőle, hogyha szomorú vagy, és én ezért hallgatnám ezt egész életemben, mert szerintem minden egyes pillanatban tudna olyat adni. Uh-huh. Olyan más. Érthető. Következő kérdés. Hogyan tesztelnétek egy liftet? Mit? Egy liftet. Hát, hogy beleállok és megnyomom a... De mi van akkor, hogyha probléma emeletet történik? Bemennék, megnyomom a felső gombot is. És szépen kisétálod, becsukodik, felmegy. Ha okés minden, akkor visszahívom, hogyha minden okés volt, a max terheltséget így betenném súlyokba, tök mindegy, mit csak súlyokat berakok, megint megnyomom a gombot, felengedem, és ha minden jó, akkor zsír a lift. Hát ugye kábelezésre múlik ez a dolog is, és ugye mi édesapámékkal a Vigbor feleknek a telepítésével foglalkozunk ki. Na, kussolja! Szóval évek óta kábelpályák telepítésével foglalkozunk, és nálunk úgy van, hogy minden oszlopnak a teherbírását egy ilyen vízzel teli súllyal tesztelünk le, és megvan adva, hogy hány tonnáig kell bírnia. Szóval én úgy csinálnám, hogy bizonyos súllyal megterhelném azt a liftet, és nem kell felengedni, leengedni, azt ha megterheled, az egy terhelés próbán átesik, és onnantól kezdve megbízható a lift. Hogyha én beszélnék a legjobb barátokkal, akkor ő mit mondana azzal kapcsolatban, hogy nektek miben kellene fejlődnötök? Fejlődni. Kezdhetem én? Szabad. Uh-huh. Ne legyek túl érzékeny és túl haragos hirtelen. Tudjak megbocsájtani, ne kamúzzak annyit. Az tenném elő. Főleg. Átraktunk. Mit mondana? Várjál. Ne változzak meg emberek társaságába.
és ne csináljuk magamat. Ne csináljuk magamból hülyét az exem miatt, ezt az ötöt mondom. Én még mondanék egyet, hogy ne okoskodj annyit, hogy ne okoskodj annyit. Igen. Ne értsél már annyi mindenhez. De én mindenhez is értek. Hát engem, hát mondjuk ez a makacshoz tartozik, mondjuk, tehát nekem mindig igazam van. Igen. Nagy rész. Jó észrevétel. Nem, írjuk fel egy. Válaszolom szabiakért, Dominik nyert. Humoros. Jó. Mindig neki van. Tehát nekem azon is kéne változtatnom, hogy ne legyen mindig igazam. De hát, hogyha mindig igazam van, akkor mit csinálnak? De ezen hogy lehetne változtatni? Az, nem mondtál, tehát ez... Hogy ne legyek önfejű, meg feleslegesen nagyképűleg többször. De az se vagy. Ja, jó, már az se vagy. Milyen vagyok? Mondd el. De csak jókat mondj, meg kiváljuk, nem? Milyen a Dezső Bence? Nem tudom, sokat változtál az utóbbi időkben. Nem, sokat változtál az időkben. Mivel változtam meg? Ezekben. Az, hogy meghisztam még jobban. Nem erre, hanem az, sokkal nyugodtabb vagy. Nem kezeled annyira hirtelen a dolgokat. Miért kerek alakúak a csatorna fedelek? Hát mert most gondolj bele, tehát hogy... Én nem mondom, szerinted egyszerű. Miért kerekek a csatorna? Annyira, amúgy nem mindegyik kerek. Annyira egyszerű, de egyébként... Van amelyik miért, rácsos. De hogy miért kerek? Arra gondolsz, ami az úton van. Azért kerek, mert a körformának alapvetően sokkal jobb a tér súlyelosztása, mint egy négyszögűnek. Mert ha négyszögűre mész rá, annak a két oldalát terheled be, hogy egy kör alakúra, akkor az egészet terheled igazából le. Tehát szerintem ezért. A terhelés miatt. Egyetértek. Nem nagyon értettem, de egyetértek. De amúgy szerintem tényleg. Sok szót mondott egymás után, összefüggő mondatokba, szóval biztos szóval igaz. Szóval biztos igaz. Jó srácok, utolsó kérdés. Álmaitok nőjét elátkozzák. Felül legyen hal, vagy alul? Kiválaszthattok. Alul legyen hal. Alul. Igen. Ha már az enyém nem legyen, akkor másé se legyen. Nem igaz, fiam. Nem így van. Ugye Bálint? Hát akkor inkább választom a második nőt. Ennyi. Teljesen jogos. Úgyhogy ennyi ez a videó, reméljük, hogy tetszett nektek. Kicsit késő van már, és ma egy laza 8 órai forgatás után vagyunk, úgyhogy lehet, hogy nem működtünk olyan jól, mint ahogy szoktunk. Ezt kérlek nézzétek el nekünk, de reméljük, hogy szórakoztató volt a videó. Ne felejtsétek el megnézni a Brodapest részeket, amik már kijöttek, pótoljátok be az első-második évadot. Szabi is ezt fogja tenni, mert az elsőt még nem látta. Ott lesznek a linkek a leírásban. Iratkozzatok fel a csatornára, gyertek át Instára, és ránk is iratkozzatok fel mindenhova. Jó szórakozást a tartalmakhoz, videókhoz. Én Dezső Bence voltam, Dominik, Szabolcs, köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sziasztok! Csináltam ezt, mert ez rég volt már. Persze, mehet. Bocsi nektek, srácok! Sziasztok!